A banki csalók nem pihennek, újabb módszerekkel próbálnak pénzt kicsalni. Az óvatlan áldozatokat ezúttal egy, a bankéval közel megegyező telefonszámról keresik. Vitézi Péter is fogadta a hívást. Elsőre ő is azt hitte, hogy valóban a bank alkalmazottjával beszél. Mondják, hogy az OTP banktól keresnek, mert hogy Nagy László névre elindítottak az én számlámról utalásokat, és ez a Nagy László náluk nyilván van tartva, mint adathalász. Éppen ezért ők megállították ezt az utalást, és hogy megkérdeznek engem, hogy én indítottam ezt. Mondtam, hogy nem. Erre azt mondták, hogy jó, mert akkor most azonnal ezt átadják az én bankomnak. Vitézi Péter próbált keresztkérdéseket feltenni, miután gyanút fogott, de ahogy a nő fogalmazott, az emberben felmerül, hogy tényleg éppen megcsapolják a bankszámláját. Viszont akkor már gyanút fogott, amikor az internetes vásárlásoknál kért háromjegyű számot, az úgynevezett CVC számot akarták tőle megtudni. A bankok és a nyomozóhatóságok arra hívják fel a figyelmet, sosem szabad megadni az adatainkat, a jelszavainkat, a PIN-kódunkat vagy a kártyánk CVC számát idegeneknek. Ha valaki ezeket kérné tőlünk, azonnal gyanút kell fognunk. Rulanszéki Péterrel, a Fortix Consulting ügyvezetőjével beszélgetünk a témáról. Jó reggelt kívánok! Reggelt kívánok! Megfelelő figyelemfelhívásnak és jó tanácsokkal telinek tartja ezt a riportot? Tulajdonképpen be is fejezhetnénk, hogy ne adjuk meg az adatainkat senkinek, és kész, akkor nincs ilyen probléma. Ilyen egyszerű lenne? Talán ennyire nem egyszerű, de azt gondolom, hogy az mindenféleképpen fontos elmondani, hogy ahogy elhangzott a felvezetőben is, a bank nem kér olyan adatokat, amivel gyakorlatilag egy tranzakciót el lehet indítani, és valóban fogjunk gyanút minden olyan esetben, amikor ilyeneket kérnének tőlünk. Tehát gyakorlatilag legyünk paranoiásak, amikor ilyen telefonhívásokat kapunk. Hát, hogyha van gondunk, akinek már volt bármilyen gondja a bankkártyájával vagy számlájával, azt tudja, hogy maximum olyan beazonosítási pontokat kérdeznek, hogy anyja neve, születési dátum, stb., amit feltétlenül csak mi tudunk elmondani magunkról, semmi esetesen a számlaszámot, pláne nem ezt a CVC kódot, ami aztán legvégső, ez a háromjegyű szám, ahol aztán gyanút fogott itt a riportban szereplő úriember is. Vagy a tranzakció átutalásához szükséges SMS kódot, ami ugye a kétfaktoros azonosításhoz szükséges. Ilyeneket nem kérnek tőlünk, és azt is azt gondolom, hogy nehéz elhinni, hogy egy bankbiztonsági vezető, bankbiztonsági igazgató velünk akar beszélni, mert hogy feltörték éppen a bankszámlánkat. Tehát ez nyilván nem valós dolgok, de ugye próbálnak az érzelmi intelligenciánkra hatni, arra, hogy hiszékenyek vagyunk többnyire, és nem feltételezzük a másikról azt, hogy ő rosszat akar. És ráadásul a veszteségtől való félelem, ugye, ami ugyancsak egy emberi természetes reakció, hogy az úriember elmondta a riportban is, hogy folyamatosan nyomás alatt érezte magát, hogy úristen, most bukom el az összes pénzet, ami a számlában, gyorsan tegyünk valamit, és úgy tűnt, mintha segítőkezet nyújtana a csaló. Így van, hiszen ezzel a stressz helyzettel gyakorlatilag még jobban abba a szituációba helyezi az áldozatot, hogy ő akár megadja. Gyorsan tenni kell valamit. Így van. Ez nagyon nehéz. Egyébként ilyenkor megoldás az, bár nem tart a beszélgetés megszakítva esetleg, hogy magunk kezdeményezünk visszahívást, és akkor úgy ellenőrizzük ezt a forrást. De hát amikor pánikba vagyunk, ugye nem nagyon van mód, vagy nem gondoljuk végig, gondolom ez a fő probléma. Sokszor nem gondoljuk végig, ugyanakkor azt gondolom, hogy a bankoknak talán a legnagyobb kihívás az ügyfél azonosítása. Mindig is ez egy fontos kérdés volt, és abban az esetben, hogyha nincs elmentve bankunknak a telefonszáma, a telebankos azonosítója, akkor legyünk gyanúsak, és gyakorlatilag hívjuk vissza, és valamilyen módon ellenőriztessük azt az információt, amivel rendelkezik a másik fél. Ugye az is szerepelt a hírben, hogy rafináltan a csalók, ráadásul, ha már a telefonszámot említette, nagyon kísértetésen a bank telefonszámára emlékeztető, vagy ahhoz közelítő számról telefonálnak, és az ember felületesen nézi, hogy ja igen, ez ismerős szám, tényleg ez a bank lehet. Erre vonatkozólag lehet bármilyen biztonsági intézkedést tenni, mondjuk a bankoknak, hogy a saját számai környezetében levő számokat levédjék, vagy bármi egyéb, nem tudom, erre van valamilyen technika? Azt gondolom, hogy önmagában ez a kérdés nehéz, viszont én például lementettem azoknak a bankoknak az ügyfélszolgálatának a számát, ahonnan várok ilyen telefonokat, és akkor azt látom, hogy éppen XY bank hív. Egyébként az esetnek az össztanulságát néz, hogy összegező tanulságát tényleg ennyire
hiszékenyek vagyunk, buták vagyunk, mert azt halljuk, hogy ugye idős embereket, 70-80 éves öreg nyugdíjasokat felhívnak, hogy jaj, az unokájának baja van, küldjenek pénzt, de hogy tényleg bankkártya szinten is, hát akik számlát vezetnek, bankkártyát használnak, bár a többség most már ilyen, azért feltételez az ember a nagyobb informatikai ismeretekkel is rendelkeznek. Igen, nem mondanám butaságnak, egyáltalán nem gondolom azt, hogy az emberek buták, inkább azt mondom, hogy hiszékenyek, ahogy említetted, és még itt a felvezető alatt beszélgettük azt, hogy gyakorlatilag évezredes berögződött dolgokat kell nekünk most levetkőzni azáltal, hogy ne bízzunk meg a másikban, ugye ezt mondja a szakértő, ezt mondják a hozzáértők, és ez nagyon nehéz, hiszen a másikról általában a jót feltételezem. A másik részről pedig az elővigyázatosságról beszéltünk, a következményeket tekintve lehet-e, van-e bármilyen elrettentő hatása annak, egyrészt sikerül-e megfogni ezeket a csalókat, milyen módon lehet ezeken a számokon őket el lehet érni, vissza lehet nyomozni, mik a következmények, vannak ez ügyben eredmények, amivel sikerül őket kiszűrni, vagy összegyűjteni és kizárni aztán a forgalomból? Eredményekről még nem tudnék beszámolni, de nyilván az a nyomozóhatóság feladata. Biztosan, hogy jó sok áldozat van már, ugyanakkor meg azt hiszem, hogy akkor, amikor látom azt, hogy mozgás van, tehát tranzakció van a számlámon, akkor azonnal, és nem én kezdeményeztem, akkor azonnal a bankhoz, illetve a nyomozóhatósághoz kell fordulni. Visszakövetni ezeket a csalókat nagyon nehéz. Nem lehetetlen, de nagyon nehéz, hiszen ők több dolgon, ponton keresztül jutnak el. Putinos rafinált bűnözők, ahogy mondaná Dobosan, az egykori kékfény főszereplője. Köszönjük szépen, hogy elmondtam mindezt, reméljük, hogy elővigyázatosabbak lesznek az emberek ezek után. Bízunk benne, én is köszönöm a meghívást.